A nyár a rendőrség dolgozóit is komoly feladat elé állítja, hiszen a gyerekek megnövekedett szabadideje ezzel veszélyt rejteget. Két hírlevelünk is megjelent, az egyik a felnőtteknek, a lakosságnak, a másik pedig az iskolai hírlevelünk a gyerekeknek szól. De itt most, hogy az év vége jön és tanév vége, ezért a gyerekeknek szóló hírlevélről beszélnék. Nyáron ugye speciális veszélyforrások vannak, és minden évben hallani olyan tragikus eseményeket, amikor bizony gyerek sérül meg. Szeretnénk ezeket a dolgokat megelőzni, és hírlevelünkben bűn- és baleset megelőzési dolgokat egyaránt belevettünk. A bűnmegelőzés például az, hogy a gyerekek ne csavarogjanak egyedül, hogy próbáljanak a szülők értelmes elfoglaltságot biztosítani nekik, felügyeletet. Külön fejezetet írtunk az internet veszélyeiről. Ugye megint csak a szülők felelősségére hívnám fel a figyelmet, hogy milyen tartalmakat néz meg a gyerek, mi az, ami az internettel foglalkozik. Vannak olyan szűrőprogramok, amiket például rá lehet telepíteni, ingyenes szűrőprogramok, amit otthon a számítógépre telepítve kiszűri a káros tartalmakat. De hogyha kilépünk az utcára, akkor is. Tehát jó lenne, ha szülők mindig tudnák, hogy hol van a gyerek, kivel van, mit csinál. Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak, hogy ugye szabad a nyár, de azért legyenek bizonyos korlátok, amit a gyerekeknek be kell tartani. A bicikli is egy olyan veszélyforrás, amire vigyázni kell. Itt a biciklis védőfelszerelések, illetve a kerékpárnak azok a felszerelései fontosak, amik a biztonságot szolgálják, tehát megfelelő fék, fényvisszaverő dolgok, a biciklis sisak nagyon fontos. Ezek mind kellenek. És hát a vízpartokról is beszéljünk egy kicsit, csak olyan helyen szabad fürdeni, ami kijelölt fürdőhely, illetve strand, ahol felügyelet van, szabad vizeken, ahol nincsen kijelölt fürdőzőhely, ott nem szabad, főleg nem egyedül a gyerekeknek.